Szerda délután a kedvenc padomon ültem és sütkéreztem a napon. Közben Levire, a szomszéd kisfiúra vigyáztam. Levi aranyosan játszott a lufiával. Olga, mama, segítesz? Te magasabb vagy. Na, de gyere! Megpróbáltam segíteni Levinek, de én sem értem el a zsinort. Eszembe jutott, hogy a táskámban van egy pár lufi, Böze barátnémnek ugyanis megígértem, segítek az unokájának, Nellikének a szülinapjára bevásárolni, és ez épp ma volt. Adtam is Levinek egy újabb lufit. Mama, ezt nem hiszem el! Kérhetek még egyet? Jó, persze, és Nellikének mi marad? Levi elszontyolodott, és hát, ami igaz, az igaz, megesett rajta a szívem. Na ide figyelj, Levikém, több lufit nem fújunk föl, mert nem akarok lufi fát nevelgetni, meg Nellikének is kell hagyni. De van egy nagyon klassz játék, azt ugyancsak lufival kell játszani, érdekel? Hát, mutasd! Jaj! Csak néhány papírpohár és két lufi kell hozzá. Az nyer, aki a legrövidebb idő alatt összegyűjti a poharait. Ez a játék Levi szerint is nagyon klassz, úgyhogy Nellike szülinapján is ez lesz a program.